A március 28-ától elrendelt kijárási korlátozása a vendéglátóhelyeket is érinti. Ezekben az üzletekben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos másoknak tartózkodni. Ennek értelmében csak az elvitelre kért ételért lehet jönni. Zalaegerszegen több vállalkozó már korábban is vállalt kiszállítást. Ezek a felvételek néhány hónappal ezelőtt készültek a felújított Landorhegyi étteremben. A gyermekotthon lakóit látták vendégül karácsony előtt. Most üresen kong a helyiség, csupán a konyhában szorgoskodnak a szakácsok. Eddig is betartották a higiénés előírásokat. Ezen túl azonban kesztyűben és maszkban dolgoznak. A mi fő profilunk itt hosszú évek óta a menükiszállítás a házhoz, de viszont azért növekedett nagyobb mennyiséggel a létszámunk, mivel hogy nem tudnak beülni a vendégek az étteremben. De mi az utolsó pillanatig úgy gondoljuk, hogy ki fogunk tartani, mert nekünk nagyon sok nyugdíjas, magatehetetlen, beteg emberhez hordunk ebédet nap mint nap, és mi azoknak nem fogunk soha nemet mondani. Szóval az utolsó pillanatig ki fogunk tartani. Hát sok munkával jár, de az utolsó percekig fogunk dolgozni. A vásárlók többféle menü közül választhatnak. Az üzlet hétvégén is nyitva tart. A törzs vendégek tudomásul veszik, hogy most helyben nem fogyaszthatnak. Ez a szituáció, ez egy szörnyű szituáció mindenki részére. Gondolom, hogy sokan mások velem együtt küzdenek az otthonléttel, ami egy általában örök mozgó embereknek, főleg nekünk sportolóknak egy kicsit nehéz otthon túlélni ezt a szakaszát az életünknek, de alkalmazkodunk hozzá, ahogy tudunk. Egyébként is ide járok minden nap ebédelni, és ez köszönet érte, hogy ők továbbra is szolgálatra állnak, és nagyon komoly munkát végeznek azért, hogy a lakosság megfelelő táplálkozással vészelje túl ezt a nehéz időszakot. A rendkívüli állapot sok vállalkozót érzékenyen érint. Így egyre többen térnek át a házhoz szállításra. Azt egyelőre gazdasági elemzők sem tudják megmondani, hogy a következő hetekben hány otthon vagy irodában maradó rendeli meg ebédjét.